Sziasztok! Üdvözöllek titeket Baliról! Ezekben a vlogokban, amik most fognak jönni, megmutatok nektek titkos helyeket. Például most is egy olyan rizsteraszon vagyok, és több ilyen rizsteraszon, amik nem a leghíresebbek, viszont sokkal jobban megéri. És most az első részben arra fogok fókuszálni, hogyha Ubudban, ami nagyjából a szigetnek a közepe, szállsz meg, akkor merre érdemes menni a templomoktól kezdve, a gyönyörű vízeséseken át, teljesen feltöltődő gasztróhelyek, amit csak szeretnétek, úgyhogy ha most találkozunk először, és érdekelnek az ilyen témák, érdemes, hogy most iratkozz fel, a vlogot pedig kezdjük el. Éppen a Tegelang rizsteraszon vagyok, ez nagyjából kocsival, robogóval egy ilyen 20-25 perc Ubud központjától, és az, ami nagyon király benne, hogy gyönyörű, javaslom, hogy 10 előtt gyertek, vagy pedig 6 után, bár ugye az esős téli időszakban 6-kor már sötétedik, tehát ha reggel jöttök ide, látjátok, nagyjából senki sincs itt. Amikor bejöttök, akkor fogják nektek mondani, hogy fizetni kell, de mondjátok azt, hogy miért kéne fizetni, és engem csak simán beengedtek, tehát nem volt gond, de amúgy, ha fizettek, és csak 10 000 itteni pénz nem bekerül, úgyhogy nem vészes, de akkor is be tudtok jönni ingyen. És csak sétáljatok, nézzetek meg különböző helyeket, vannak itt swingek, és ez egy következő nagyon fontos tipp, ez pedig a swingek kapcsán, mindjárt le fogunk menni, hogy van a Bali swing, ami nagyon híres, és annyira durva, hogy 350 000-et kérnek érte, ami teljesen agyament, hogyha nem akartok fizetni, akkor itt berakok egy lokációt majd a videóba, hogy pontosan hol vagyok, ez nem egy igazi swing, de látjátok, hogy itt is tudok menni, viszont a többi, ami valós, és azt ki fogom próbálni, megmutatom nektek videón, az ilyen 100-150 000, és szerintem gyönyörű, én amikor egy ilyen Bali swingről álmodtam, pont egy olyat képzeltem el, ami rizsföldek, pálmafák, ez az esőerdős, természetes dolog, nem csak az, hogy az eget lássam, és itt pont ezt kaphatod meg, hogyha van egy jó kamerád, akkor nagyon jó mélységélességet is kaphatsz, mert van olyan távolsága a hinta és a rizsföldek között, valami nagyon jó bumerángokat is lehet szerintem készíteni, úgyhogy ajánlom, most jöjjenek még innen drónképek, aztán pedig megyünk tovább egy. Az első templom, amit meglátogatok, az a Bunun Kavi, és ez is egy titok. Ugyanis ez sem a legfelkapottabb templom, de annyira jó vibe-ja van az egésznek, körbe lehet sétálni, és talán abból is adódik a vibe-ja, mint az előbbi rizsterasznál, ahol már voltunk, hogy nincsen sok turista. És a másik templom, amiben lehet, hogy elmegyek, ahol meg lehet fürdeni, és ott ilyen ceremóniákat tartanak, hát azt itt is lehet. És mindjárt elmegyünk oda, ahol van a víz, és be lehet menni a vízbe. Senki sincsen ott, sokkal intimebben tudsz magadnak befelé fordulni, és a hely szellemének átadni magad. Úgyhogy erre a helyre mindenféleképpen gyertek el, még akkor is, hogyha a nagyobb attrakciókat preferáljátok, de én azt mondanám, hogy ha választani kell, akkor inkább ide gyertek. Ahogy láttátok, csak úgy lehet belépni a szent vízbe, hogyha valamilyen ajándékot vissza, úgyhogy nekem ezek a virágok lesznek az ajándékaim, átöltözöm és bemegyek, és
kipróbálom ezt az élményt. Templom mellett, vagy ugyanazon a területen, itt van egy, szerintem ez egy tollas labdapálya, ilyen gyönyörű szép setupba építve, láttátok a vágóképet, óriási, nagyon tetszik, nézzétek, olyan kiírva. És ott pedig ilyen nagyon szép, kicsit ilyen szfinxessel, vagy egyiptomira emlékeztet engem, persze biztos nem az, minden esetre érdekes. Ahogyan az is érdekes, hogy ahol mondtam nektek, meséltem a templomról, itt egy ilyen nagy ágy van, és amerikai zászlós párnák vannak. Nem hinném, hogy a bali kultúra és vallásnak a része. Érdekes ez az egyveleg, főleg hú, még látok ott egy órát. Ez az óra a legnagyobb. A következő templom a legnagyobb, a Tirtha Empul. És már rajtam van a szarang, ez a kis öltözet, amit az előző helyen is láthattatok. Itt ez kötelező felvenni, hogyha nincs rajtad hosszú nadrág, és hát nyilván általában nincsen. Ez a legnagyobb templom, ami itt van, itt is meg lehet fürdőzni. A fürdővel nekem, még megnézem, nem tudom, nem döntöttem el, hogy kipróbálom, mert csak itt rengeteg a turista, láttátok a másik helyet, hogy egyáltalán nincsen, egyáltalán nem voltak, most már majdnem nekem jött egy banánárus nő, tehát alig voltak, és itt meg rengetegen vannak, nézzétek meg, ott mögöttem sorakozó emberek, nyilván ez nagyobb látványosság az egész, így ezért nem is olyan bírólosan fogom ezt megcsinálni, hogy lássátok tényleg a teljes maga valóságában a dolgot. Ez tényleg sokkal nagyobb, de láthattátok, hogy ott egyedül voltam, sokkal jobban magamra tudtam fókuszálni. Itt meg tel is tele van turistával. Mindenki ajánlotta nekem ezt a helyet, de hát a másik sokkal jobb szerintem, de nyilván mindenki tegyen a saját maga belátása szerint. Jó, azért egy kis bírólt csinálok, még turistás helyekről is lehet. Pedig úgy látom, töltenek a szent vízből. Ezek szerint nagyon veszélyes, hogyha bedobsz bármilyen érmét a szent vízbe, nyilván nem is dobok. Milyen jó a jel, hogy nem állsz fel. Hogy fel. Figyeljetek, amit most mutatok nektek, az nagyon durva. Láttátok, hogy hol van az összes turista, meg van csinálva, és hogy az milyen szent hely. Erre kijöttem, és hogyha kijöttök, akkor balra mentek. Itt van ez. Hát ez nem olyan fancy, tehát ez egy fokig elgondolkodható, és ha bármelyikötök tudja, kommentben írja meg, hogy mi a különbség, vagy hogy van ez a dolog. Ott például most ezt nem fogom nektek megmutatni, de a másik helyen egy csávó konkrétan fürdik, így egyszer semmibe van. És ott tehát hogy ezeket nem valami szent dologra használják, hanem konkrétan fürdik ott az ember. Mindezt a templomban, a templomnál. Nagyon érdekes, úgyhogy így jöttem ki, és nézzétek, ott van a főbejárat. És ahogy jössz kifele, egyből egy ilyen, nem tudom, ilyen vásár közepén találod magad, ami nekem megint illúzió romboló, és az előző templom felé hajtja a voksomat, hogy ez minden csak nem
az legalábbis számomra, amit úgy várnék tőle. Sokkal inkább az ilyen felfedezetlenebb, autentikusabb helyeket ajánlom nektek. Most értem ki. Az egyik legjobb dolog, hogy itt csinálok amúgy 20 ezerért, ami szerintem tök jó, de megkérdeztem a sofőrömet is, és szerinte is egy teljesen friss, így gyümölcsökből mangót kértem meg, marakuját. Úgyhogy ezt most megiszom, és megyünk a következő templomba. I love you.